összességében egy fiatal csapatban gondolkodunk. Teljesen mindegy, hogy ezek közül a srácok közül igazából kimarad, mert mindegyik fiatal. Egyedül a Viktor, aki 32, de még ő se számít igazából öregnek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy az a középmezőnyi cél, amit itt belőttünk, bármilyen szinten meg tudjon valósulni, ahhoz borzalmas kemény munkára is van szükség. Tehát ahhoz kell dolgozni sokat. A következő szezon, vagy én úgy tudom legalábbis, hogy kicsit átalakul a bajnokság rendje, az biztos, hogy nekünk előrébb kell lépnünk. Én azt gondolom, hogy egy középmezőny alja, középmezőny közepe a következő lépcsőfok, mert nem lehet irányos elvárásokat támasztani a csapattal szemben, mivel elég fiatal a brigád, lépésről lépésre kell haladni. Ja, hallhattuk a vezetőedzőtől, hogy igen, kemény lesz a felkészülés, ezt mennyire várjátok? Várjuk. Azt kell mondjam, olyan csapattársaim vannak, akik szeretnek fejlődni, szeretnek minden jobb játékosokká válni, szeretnek nagy eredményeket elérni a Fradival, és ez másképp nem működhet, csak is, hogyha sokat dolgozunk és jól dolgozunk.